kérdezz, sötétedik el Virrasztó János. Összementünk az asszonya. Talán nem. Mi össze? De el is láttam a baját úgy, hogy... Most már csak egy istenes ember kéne, ki a sapkámot kihozná. Kormos, ne hagyj! Babika büszke felnéz, és elindul a leány felé. Egyszerre toppan oda a legénnyel. Pillanatig egymásra néznek. Mind a ketten tudták, hogy meg kell küzdeni. Tavaly is így volt, akkor a legény elfutott. Most nem. Ha megdöglök, se hajtasz el, és megragadta a bika szarvát. Az állat rövid szarvai vonaglottak a legény kezében, de a hatalmas test meg sem mozdult. Nyögve, alattomosan küzdöttek. Időmárton térdre roskadt, az utolsó kínok verejtékébe fürdő ember mellé. Isten segéljen, Dávid! Könnyen túl legyél rajta! Dávid bá már csak inteni tud. A fekete ráncok csendesen elsimulnak. A pap némán imádkozik felette. Szerelem útján ki el akar menni, okosnak, eszesnek, józannak kell lenni. Én es elindultam, de józan nem voltam. A szerelem útját meg sem is találtam. Szénán véres foltok, az asszony halál sápadt, elernyett, nagy beteg, alig bír mozdulni, félig meztelen. De rongyaiba takargat valamit, s alig érti meg a fölébe hajló férfi, fiú,